Na film. Elkérjük a stúdiót, hogy egy kis fényt varázsoljanak a színpadra. Nagyon szembe világít, és nem látjuk rendesen a versenyzőket, de a versenyzőket világítja meg a... Nagyon jó. Igen, köszönjük szépen. Köszönjük meg. Szeretném
szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, versenyzőinket, közönségünket. Nagy esemény, hogy Szombathely adhat otthont egy ilyen rangos nemzetközi versenynek, hisz itt még ilyen nem volt. Közel 100 remek versenyző gyűlt ma itt össze, hogy megmérettesse magát. Egy nagy tapsot kérnék. Tehetségkutató, fitness, modell és testépítő kategóriában. Izgalom, szurkolás, különleges díjak, minden, ami kell egy jó versenyhez, megvan. Mielőtt elkezdenénk a versenyt, tisztelettel felkérem a WBPF részéről Buranics Ildikót, az Európai Szekció főtitkárát és Axel Bauer urat, a WBPF Szövetség Európai elnökét, hogy ünnepélyesen nyissák meg versenyünket. Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit a WBPF Hungary nevében. Nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy rekordszámú versenyző vesz részt ezen a mai napon, úgyhogy az országban ma több versenyt is szerveznek. Külön öröm, hogy a csaknem 100 versenyzőből több mint 30-an most állnak először a színpadon. Így azt kell mondjam nektek, kedves közönség, kedves résztvevők, hogy óriási felelősségetek van abban, hogy hogy fog sikerülni az új versenyzőknek a mai nap, hiszen a közönség biztatása egyszerűen elengedhetetlen a teljes sikerhez. Néhány szót szeretnék beszélni a szervezőpárossal kapcsolatosan, Zimmermann Anikót és Zimmermann Ferencet, és most nem nézek az Anikóra, 20 éve ismerem, nemzetközi bírók, a Feri bácsi egy legendás testépítő, aki 65 éves korában eldöntötte, hogy ő bizony nem nyugszik addig, amíg a világbajnokságon egy megfelelő helyezést el nem ér. Kicsit morgott a VB után, mert nem volt elégedett az ezüstéremmel, viszont a felesleges energiáit úgy döntöttem, hogy így a 65 és a 67 között, mert 2 nap múlva lesz a 67. születésnapja, kicsit belefordítja a programot. De közben nekem még azt is elmondta, hogy oké, most jó, hogy megszervezzük ezt a versenyt, de mégiscsak hiányzik neki az a VB arany, és a Feri bácsi 70 éves korában, azt ígérte nekem, hogy 70 éves korában ismét neki megy és megszerzi. Ő a mi motivációnk, mindannyiatoké, aki először versenyez, és itt a rutinos öreg rókáknak is, most egyet kacsintottam, mert vannak itt VB helyezettek is. Szóval azt kívánom, hogy ez a sportág, hogy a WBPF Hungary találjon ilyen embereket, akik szívüket, lelküket beleteszik azért, hogy egy ilyen remek estét és ennyi gyönyörű versenyzőt és jókedvű fiút ide hívjanak nektek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és legyetek hangosak! Ladies and gentlemen, a very warm welcome from my side as European President of the WBPF. I'm very happy to be here. And I would like to thank the organizing committee of this championship under the leadership of Mr. Ferenc Zimmermann for organizing this great championship. He himself is a great champion, and we are seeing really beautiful women from all these categories we have here in Hungary. And behind we have these great athletes going to have a great championship here. And I wish you all the best for this championship, and please enjoy the show. Thank you. Hogy kell fordítani Axel Bauer urat, úgy németül is mondhatta volna, mert szerintem mindenki ért németül. Ugye Pécsből látogatott el ide hozzánk, de elsősorban szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy mai napra egy ilyen fantasztikus rendezvényt hoztak össze. Nem utolsó sorban a versenyzőknek, hogy áldoznak a hétvégéikből, és ide Szombathelyre ellátogattak, hogy megküzdjenek egymással, és kíván minden versenyzőnek, nézőnek jó szurkolást, sok sikert, és hát ezennel hivatalosan megnyitott a mai bajnokságot. Úgyhogy mindenkinek még egyszer jó szurkolást, köszönöm. Most pedig megkérném a versenyzőket, hogy fáradjatok le a színpadhoz, és hamarosan kezdjük a versenyt. Köszönöm szépen! Addig is pár szót ejtenék a verseny névadójáról.
Zimmermann Ferenc egyike azoknak, akiknek köszönhetjük a mai versenyünket, hiszen a magyar testépítés megalakulásában is részt vett. Vezetőségi tagként, versenyzőként, nemzetközi bíróként, szakmai tudással közel 40 éve töretlen. 1975-ben nyerte meg az első magyar bajnokságot, és 2013-ban, 65 évesen, WWF Masters világbajnok második lett. Most pedig egy érdekességet mutatnánk be, amit fogadjanak nagy szeretettel, 40 év, 40 pillanat címmel.